szeretettel köszöntök minden megjelentet, meghívottat és vendéget. Nagyon örülök, hogy ezen a mai alkalommal ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Hát egy kicsit zsúfoltan vagyunk, azért elnézést kérek, már 104 széket tudunk elhelyezni, de most úgy gondolom vagyunk olyan 110-112-en, de nagyon örülök ennek a meghitt légkörnek, meg annak is, hogy az időjárási viszonyok jól alakultak és ennyien el tudtak jönni. Most akkor kezdenénk a műsorunkat, a kis rendezvényünket, és legelőször fogadják szeretettel a Csepényi Általános Iskolásoknak a műsorát. Kedves jó nagyszülők, Kidosság napjára eljött köszönteni Kiki unokája. Szívünk az ünnepen hangosabban dobog, a szeretet lángja benne-benne lobog. Szívünk virágait fogadják el mára, ezek a virágok szeretet és hála. Szellők szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett, kicsi szívem imádságját csuttogja a szeretet. Pohászkodom fel az égbe, kérem Istent, áldja, védje nagyszüleim két kezét. Jutalmazza sok örömmel fáradtságos tenyerét. Ragyogja be boldogsággal hosszú-hosszú életét. Múlik az idő, őszre jár, de félnik még a napsugár. Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.
Csepintősi önkormányzat képviselőtársát, a dolgozói és a magam nevében is tisztelettel köszöntöm az időseket és meghívott vendégeinket. Köszönjük még egyszer, hogy megtiszteltek ilyen szép számban bizalmunkkal, illetve jelenlétünkkel. Ismét egy évvel idősebbek, öregebbek lettünk, és fájó szívvel emlékezünk azokra az embertársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk, mert elköltöztek a földi világból. Ez alkalomból is tisztelettel adózunk emléküknek. Sajnálom, hogy többen nem tudunk részt venni a kis ünnepségünkön, ahol egy kis étellel, itallal, műsorral kedveskednénk önöknek, és próbáljuk felettetni a rossz napok emlékét. Ezt a korosztályt köszöntjük, akiknek egy életen át felhalmozott élettapasztalata és bölcsessége áll rendelkezésünkre, és akik mindennapi tevékenységükkel hozzájárultak a fiatalabb generációk boldogulásához. Több évtizedes kitartó munkával és a nehéz időkben is megállták a helyüket, megalapozták falunk jövőjét, amit nekünk és a feltörekvő nemzedéknek is kötelessége megóvni és tovább vinni a fejlődés útján. Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni, érezni, hogy a kő, amelyet lehelyezel, a világot építi tovább. Ez egy idézet volt, amit felolvastam. Önök elhelyeztek ez szerint egy vagy több követ, és azokat, amelyek lépcsőként szolgálnak nekünk, az önök követőinek. Felépítették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg, akkor, ha jól sáfárkodik a létrehozott anyagi értékekkel, tapasztalatokkal és nem utolsó sorban bölcsességgel. Soha nem tudjuk meghálálni azt a törődést és odafigyelést, amit önöktől és a szüleinktől kaptunk. Mindannyian jól tudjuk, hogy az ifjúság nem tart örökké, és a lét vas törvénye minden élő ember számára könyörtelenül elhozza a hosszú napokat, az idős napokat. Önök már megértek sok virágos tavaszt, szép, forró nyarakat, színes őszi napokat és nehéz eleket, amelyek nem csak a kellemes családi esték, amelyeket nem csak a kellemes családi esték, de a közös erőfeszítések is jellemezték az életük során. A küzdelmek során fonódtak egyre szorosabbra az egymás iránti szeretet szálai. Életük során átélték a saját otthon megteremtésének gondjait, gyermekeik és unokáik megszületésének örömét, egészségükért való aggódás, amely többször átvirasztott éjszakákat vont maga után. Az idősektől megörökölt hagyományok és az ő tapasztalatai bennünk is kell, hogy éljenek és reméljük élnek, és a mi feladatunk és a nálunk fiatalabbaké ezeket tovább örökíteni az utánunk következő generációnak, amellyel az élet körforgását biztosítjuk. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát, ami igaz is, de ez alatt az idő alatt feltehetően megtettek mindent, amit elvár tőlük a nemzet és a család. Önök, akik életük nagyobbik felét már leélték, a családért dolgoztak szüntelen, és elfáradtak abban a folyamatos igyekezetben, hogy minél többet adjanak gyermekeiknek, unokáiknak és az utókornak önmaguk saját életük háttérbe szorításával, most már ennek a sok munkának és erőfeszítésnek a hozadékaként a pihenés éveit tölthetik. Önök is voltak fiatalok, és ha visszagondolnak, nem jutott idő és energia sok mindenre olyan mértékben, ahogy az akkori öregjeik, szüleik és idős polgártársaik elvárták volna. Ebből a gondolatból eredően, ha mégis megbántottuk volna önöket, úgyis, mint önkormányzati képviselők vagy képviselőtestület és emberként is, ezért elnézést kérünk és az engesztelésüket kérjük. Egy nemzet csak akkor lehet igazán erős és sikeres, ha becsüli idős polgárait, akiknek a kitartó munkájára és széleskörű élettapasztalatára építhető csak a jövő. Kedves nagymamák és nagypapák, fogadják az alábbi kis vers idézetet.
amit felolvasok. A mai napon fejet hajtunk és köszönetet mondunk azért a sok jóért, amelyet kaptunk tőletek. Szóval nem is lehet megfizetni mindezt néktek, áldja meg az Úr az éltetek. Éljetek még soká, legyetek boldogok, kik egy életen át értünk munkálkodtatok. Sokkal ürességebb lesz akkor az életünk, amikor már nem lesztek közöttünk. Isten fizessen meg mindazért az égben, legyen jutalmatok, megnyugvás és béke. Külön köszöntöm községünk legidősebb embereit, de úgy látom, hogy csak a két legidősebb ember közül Ácsenő bátyám van itt, aki jelen pillanatban 97 éves, és a hölgyek közül Simon István, aki 91 éves, ő egyéb okok miatt nem tud részt venni, de meg fogjuk őt is keresni, és a legidősebb jogán köszönetünket és köszöntésünket fejezzük ki. Reméljük, hogy mindketten megérik a 100 évet is, és akkor egy komolyabb ünnepséget lehet nekik rendezni. Ebből az apropóból nagyon jó erőt, egészséget kívánok mindkettőjüknek, de természetes mindenkinek, és azt szeretném, hogyha ebbe a faluban minél többet öregvítené, illetve az átlagot javítaná azzal, hogy közel 100 évet vagy 100 évet is megér. És ő akkor Jánő bátyámnak itt mindjárt megragadnám az alkalmat, megkérni Jadzi asszonyt, hogy az ajándékot kíváskedjen átadni. Jánő bácsi, erre van? Tudom, hol van, hagyom meg. A Simon néni nincs itt, ugye, Jadzi asszony? Nincs csak Simon néni. Most, amikor már mindent megtettek, az itt jelenlévők és a távol lévők is, gondoljanak egy kicsit önmagukra, és jó erőben, egészségben és békében éljenek sokáig. Ezt kívánja a képviselőtestület és az önkormányzat, és jó magam is mindenkinek. És fogadják szeretettel majd, amikor sor kerül rá, még egy rövid időt erre várni kell. Személyi vendéglátásunkat, és amint már említettem, a 2000 forintos személyenkénti vásárlási utalványt, amelyet december 31-ig hangsúlyoznám, lehet levásárolni a Coop üzleteiben, ami Dudaron, Zircen és Csetényben is létezik, a volt Áfész üzletekről van szó. Tehát ide alkalmasak. És az, amit már mondottam, az ajándékutalványokat nem csak a jelenlévőknek, hanem az összesen 270 fő településünkön a 65 év feletti ember, nekik is el fogjuk juttatni. Az ételhez, italhoz és az édességhez mindenkinek jó étvágyat és jó beszélgetést kívánunk, és a jövő évi viszontlátásra, de mindenek előtt még egy feladatom volna. Szeretném köszönteni körünkben Kovács Attila református lelkész urat, a képviselő társkületünk és az önkormányzatunk, valamint a nyugállományba, illetve a szolgálata befejezéseképpen, de azért pár szóba szeretném még méltatni az itt töltött tevékenységét. Tehát külön üdvözlöm akkor Kovács Attila lelkész urat körünkben, részben mint idősegnapi vendéget és mint 26 évet szolgáló református lelkészünket is. Községünkben már befejezte állandó aktív szolgálatát, és ugyan nyugdíjas, de helyettesítő lelkészként továbbra is szolgálja ismereteim szerint és az ő lehetőségei szerint a református közösségeket úgy Csetényben, mint másutt, ott, ahol hiány és szükség van rá. Az önkormányzat testülete dolgozói és a magam nevében is ezt az ünnepélyes alkalmat megragadva ismételten ebben a meghitt emberi közösségben köszönöm neki, és sajnos már közülünk eltávozott kedves feleségének, Gyöngyi néninek a több évtizedes lelkes, eredményes szolgálatokat. Ez alatt a szolgálat alatt tiszteletes úr összetartotta a Csetényi Református Egyházat, gyülekezetet, alkalmazkodva és együttműködve az egyház vezetésével, presbitériumával, alázattal hirdette az igét az alkalmakkor és az alkalmaknak megfelelően. Szolgált a templomban, keresztelőkön, egyházi ünnepeken, rendezvényeken, a vasárnapi iskolában és sajnos sokszor a temetéseken is, amikor egy-egy közülünk való embertársunktól búcsúztunk. A 26 év alatt 4 lelkipásztor is kinevelődött a településünk ifjai közül, akikkel már gyermekkorában megismertette és megszerettette az igazi keresztény hit alapjait. Szerényen teltek mindennapjai, jó kapcsolatot ápolt a településen működő egyházakkal, azok lelkészeivel, több közös alkalmat
teremtettek a hívő emberek találkozására és kellemes együttléteire. A szolgálatának ideje alatt az egyház infrastruktúrája is fejlődött, gondolok itt a templom külső felújítására, megvilágítására, az egyházi imaterem megépítésére, és nem utolsó sorban tevékeny része volt a református egyház részére kapott 16 milliós állami ingatlan kárpótlással kapcsolatos ügyintézésben. Az egyházi szolgálatán kívül emberként is jó kapcsolatot ápolt a falu összes lakójával és a környező egyházakkal, vallási hovatartozástól függetlenül. Mindenkinek megadta a tiszteletet, és ennek viszonzásaként ő is joggal elvárhatta mindezt. Felkérés esetén szerény körülmények között élő és elhunyt nem református egyháztagú búcsúztatását is önkéntesen felvállalta külön ellenszolgáltatás nélkül. A rendszerváltást követően az első demokratikus ciklusban a választók bizalmából önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, és azt követően is szabad idejétől függően bekapcsolódott a település mozgalmi életébe is, például a Kastély Alapítvány kuratóriumának tisztségviselőjeként, és különböző településen, községben tartott megemlékezéseken is többször részt vett és szerepet vállalt. Ezen alkalmakkor többször kinyilvánította keresztény emberként is a jobboldali világnézetét, jelen társadalmunkról és a magyar politikáról, amiért bizonyos mértékű kritikákat is kapott. Sajnos úgy tűnik, nem volt alaptalan a tiszteletes úr aggódása, figyelemfelhívása, mert ha így folytatódik, a magyarságnak egyre kevésbé lesz otthon a saját hazájában. Ez az én véleményem is. A mai alkalommal mi nem búcsúzunk tőle, csak próbáltuk méltányosan értékelni és méltatni lelkészi és emberi szolgálatát, amit településünk érdekében önzetlenül végzett. Továbbiakban is a jövőben szívesen látjuk Csetényben, és kívánjuk, hogy a hátralévő éveit jó erőben, egészségben, energiával feltöltődve élje meg, és emlékül és hálánk jelén fogadja Csetény község önkormányzatának szerény ajándékait, amelyből majd biztos emlékezik ránk és a 26 éves szolgálatára. És most akkor át is adnám. Tiszteltes úr, szeretettel is, jó erőt, egészséget, kívánok is. Természetes, hogy egy emléklapot is a tiszteltes úrnak átadunk, amiben az van, hogy emléklap Kovács Attila református lelkész úr részére rajzol a templomnak a fényképe, a címerünk, és köszönjük Csetény község önkormányzatának nevében a református egyházban végzett 26 éves eredményes szolgálatát. Még egyszer ezt is és járgépként. És nagyon köszönöm minden jelenlévőnek, hogy meghallgattok, és most pedig következő ponton szeretettel és üdvözlettel bemutatnám a nemrég beavatott Hajdú Ferenc református lelki pásztor urat, aki még nem ismerné, november 7-én volt a hivatalos beiktatása, és most ő neki adnám meg a szót, illetve még úgy járni, mint a megénekelt nagynéni, hogy ugye azt énekelték a gyerekek, hogy a nagynéni mindig éhes és szomjas, inkább éhes, hes. Nem hoztam Bibliát magammal, nem szeretnék prédikálni, hiszen mindenkit szeretettel hívunk és várunk a templomban. Ott mi is biztosítunk eledelt mindenki számára, igaz nem pörköltet, hanem lelki eledelt, de attól függetlenül nagy szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit Isten házába. Néhány gondolatot szeretnék megosztani, ami úgy megfogalmazódott bennem is, gondoltam ebben a csekély 5 percben, ott látom az órát és figyelem közben, el tudom mondani. Amikor ugye itt bizonyára örömmel, megelégedéssel, nyugtázva figyelték a gyerekeket, ahogyan táncolnak, énekelnek, frissen, fiatalosan, akkor biztos visszatetszettek emlékezni, hogy elvezzek az én időmben. Mennyien voltunk még, stb. Amikor még én is így robtam a táncot, és így tudtam énekelni, hely, de szép is, jó is volt. Aztán
Hallottunk egy bús éneket, hogy a rabszolgaságban élő négereknek a dalát, akik szomorúan énekeltek a vágyott hazájukról, milyen jó lenne visszatérni oda. Ezek ugyan nem bibliai idézetek, nem ott megfogalmazódott kijelentések, de mindennapunk részei. De az igében mindannyiuk vigasztalására mondom, olvasunk arról, hogy az öreg csontok egyszer még táncra perdülnek, azok a lábak, amelyek már nem mozognak, vagy esetleg már pótlábak, azok egyszer újra visszaállnak a helyükre, és Isten országában ott lehet újra örvendve táncolni és vígan énekelni. Miért mondom ezt el? Azért, mert 65 év felettiek jobbára azok, akik most itt szépen egybegyűltünk. Polgármester úr nagyon szépen elmondta, hogy nagyon sokat dolgoztak, rengeteget tettek azért, hogy gyermekeik, unokáik és a község majd jól, szépen és boldogan élhessen. Megérték az öreg kort, amiért tessenek hálásak lenni. Én mindig irigylem az öregeket. Én nagyon irigylem a 80 és 90-es éveket. Mondhatnák vissza, hogy hát miért, hát olyan fiatal, nagy tisztelt úr, igen. De én is szeretnék 80 és 90 éves lenni. Isten azt mondja az ügyében, hogy az öreg kor, a hosszú élet az áldás. Isten áldása. Nehéz ezt annak tekinteni, amikor már fáj a hátam, és fél órába telik, amíg fölkelek az ágyból, mégis az öregkor áldás. Isten áldása mindannyiunk számára, amivel tessenek jól élni. Tessenek jól használni ezt a kort, ezt az időt, amelyet kegyelemből tetszettek kapni Istentől. Mire használjuk? Nem vagyunk mi már jó semmire. Annyi időstől hallottam már ezt. Nem kellünk mi már senkinek. Öregek vagyunk, gyerekeink elköltöztek, messze vannak. Nem kellünk mi már senkinek. Ez nem így van. Isten különös küldetést szán az időseknek. Ez pedig az imádságnak a szolgálata. Amíg dolgoztunk éjt, nappal át éve, nem mindig jutott idő arra, hogy elcsendesedjek és leboruljak az Isten előtt. Itt az idő. Itt az idő arra, hogy most már nem két kezünkkel dolgozva, hanem két kezünket összetéve szolgáljuk gyermekeinket, családunkat, imádkozzunk, könyörögünk értük és magunkért is. Ez nagyon fontos szolgálat. És nem hiába való. Egyetlen egy könyörgés sem hiába való. Tessenek ezzel élni. Tessenek ezt használni és jól használni. Nem jár az óra hátul, de én lassan befejezem. Még egy nagyon fontos dolgot végezetül szeretnék elmondani mindenkinek, és minden jelenlévőnek a szívére helyezni. Az időskor azért is kegyelem, mert Istentől mindenki időt kapott arra, aki itt ül ma itt, hogy felkészüljön a vele való találkozásra. Kedves testvérek, így tessenek eltölteni ezeket a napokat. Tessenek készülni az Istennel való találkozásra. Nagyon fontos dolog. Senkit ne érjen váratlanul. Most már nem érhet munka közben, a munkahelyen. Tessenek felkészülni az Istennel való találkozásra. És aki felkészült, az egyszer majd megifjodik, újra táncra perdülhet, újra vígan énekelhet, tapsolhat, és bizony örömét lelheti
abban az életben, amelyet Isten mindannyiunknak elkészített, ez pedig nem más, mint az örök élet a mennyi örökké valóságban. Én kívánom minden csetényinek, hogy legyünk ott együtt, együtt örülhessünk majd az élő Istennek, akivel a találkozásra mi felkészülünk. Buzdítok mindenkit arra, hogy készüljünk együtt is, a gyülekezeti alkalmainkon, mindenki a saját felekezeti hitvallása és szertartása szerint, és készüljön mindenki egyen-egyenként. Isten áldjon meg mindenkit ebben, és tegyen gazdaggá, mennyei kincsekkel, így ezekre az évekre, már itt a Földön is, és majd az örökké valóságban. Köszönöm szépen, és jó étvágyat kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm egy másik gyülekezetet. A szívemben háborodás van, hiszen a figyelmesség, a szeretet, a megbecsülésnek a jelei bármilyen módon és bármikor megmutatkoznak. Az emberben azt a megfogalmazást adják, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Azért mondom ezt a bibliai igét, ahogy Pál apostol az 1. Korintusi levél 15. részének a végén mondja, mert valóban minden tevékenységünk Isten áldásában nyer értelmet. Három dologért szeretnék most hálát adni Isten előtt, veletek együtt. A legelső talán az, ami túl azon, hogy az ember felnőtt egy családban, a legelső az, hogy egy nemzetnek a tagja lehettem, és egy nemzetnek a tagjai lehetünk, és ez már korai eszmélődésünk során tudatosul bennünk, és az életünknek valamiképpen értelmet ad, és a szolgálatainknak pedig irányultságot ad. Hogy magyarok vagyunk, hogy ebben a hazában születtünk bele, függetlenül, hogy milyen történelmi körülmények között éltünk, és függetlenül attól, hogy milyen megpróbáltatások nehezedtek ránk, de valamiképpen ez az, ami meghatározta és meg kell, hogy határozza továbbra is a mi életünket és tevékenységünket, akár gyermekek, akár ifjak vagy, akár idősek vagyunk. Hát a szívemben ott van, sokszor elgondolkoztam rajta, hogy hát hogy lehet ez, milyen különös kegyelem, egyszerűen nem fért a fejembe, hogy magyarnak születtem. És ennek a vágya hajtotta és hajtja az embert, hogy ezt elmondja másoknak is. A másik pedig, kedves testvéreim, az, hogy azon túl, hogy tagjai lehetünk egy államnak, tehát állampolgárai egy államnak, azon kívül hálát adok azért, hogy ennek a közösségnek, Csetény községnek is az állampolgára lehettem 26 esztendeig. Hiszen, mint Csetény község állampolgárának, számomra igen-igen fontos dolog volt, hogy szolgáljak azoknak és szolgáljak azok között, akiknek körébe odaállított az Úristen. És mi az végezetül, ami megadta és megadja a szolgálatok tartalmát? Ez pedig az evangélium. Jézus egy alkalommal, amikor 70 tanítványa visszatér hozzá, és mondják, hogy még az ördögöt is engednek nekünk, Jézus Krisztus a te nevedet. Még azok is engednek nekünk, és Jézus akkor azt mondja nekik csendesen, hogy ne azon örvendezzetek, hogy a gonosz lelkek is engednek nektek, hanem azon örvendezzetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. Következésképpen, hogy egy olyan állampolgárságnak a várományosai vagyunk, egy olyan állampolgárságnak, amely nem szűnik meg, amely felett nem jár el az idő, amelyet nem csak egyszerűen várunk, és nem csak egyszerűen beteljesedik rajtunk, hanem azzal kapcsolatosan is a mindenható Isten feladatot bízott ránk, és feladatokat bíz ránk, és ezért adok hálát a mindenható Istennek mindenek felett, hogy
ezt a mennyei állampolgárságot. Munkálhattam, hiszen ennek a ténye az, ami a legjobban megnyugtatja a lelket, de nem csak megnyugtatja a lelket, hanem készé is teszi arra, hogy ezért munkálkodjon valamit, és ebben a munkálkodásban másokat is oda segítsen, hogy mások számára is ezek a kiváltképpen való ajándékok megszülessenek, a lélek kincsévé váljanak, és Isten kegyelmének az áldásait hordozzák. Köszönöm kedves testvéreimnek a figyelmét, köszönöm azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit tapasztalhattam és tapasztalhattunk. Köszönöm azt a megértést, hogy sokszor a hirdetett ige és a hirdetett üzenet építse az bár a családot, vagy a nemzetet, vagy az Isten országát, de sokaknak a fülében meghallgatásra talált, és sokaknak a szívében helyet nyert. Ezt adta, ezt a küldetést adta a mindenható Isten, és ne úgy vegyék a testvéreim, nem szeretem hallani sokszor ezt, hogy hát nyugdíjba mentem, nem mentem nyugdíjba. Illetve hát az állapotom szerint nyugdíjas vagyok nyilván, de ez csupán egy anyagi, biztonsági alapot jelent a számomra, arra, hogy tovább szolgáljak, és tovább tudjak szolgálni talán olyan helyekben, vagy olyan helyzetekben is, amiért hát nem várhatom, hogy hát valamiféle viszonzást kapjak. Mert nem is ez a lényeg. A viszonzás, a végső viszonzás majd az lesz, amit a mindenható Isten ad meg. Az az ige, amelyet sokszor hallhattunk egy-egy temetési alkalomkor is, hogy gyertek én atyának áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ alapjainak felvetetés előtt. Ez lesz a jutalom. És ha előttünk van ennek a látása, ennek a tudása, akkor nem maradunk vigasztalanok, akkor nem marad értelmetlennek tűnő az életünk, mert tudjuk, hogy amit emberileg megtehettünk, megtettük, és mind abban, amit megtehettünk, vagy amit megtettünk, nem a miénk az érdem, hanem az Isten kegyelméjé, aki adott hozzá készséget, képességet, elhívást, megszólítást, és azoké az érdem, akik éppen Isten kegyelméből nyertek hallást a maguk számára is, és a szívükben megfogant életté vált az ige, és az életnek beszéde őket is arra hangolta, hogy tegyenek, cselekedjenek valamit mindazoknak kedvéért és mindazoknak az életében, akiknek a körébe odaállította őket a mindenható Isten. Drága testvéreim, köszönöm ezt az időt, amit itt tölthettem, és mindannyiótoknak Isten kegyelmének gazdag áldását kívánom, és köszönöm ezt a mai alkalmat is, és köszönöm polgármester úr szavait, és mindazokat a megnyilvánulásokat, amelyeket kaptam, és amelyek azért folyamatosan mind végig kísérték az életemet és az itt töltött idők, amelyek kapcsán erőt meríthettem, mert tudtam, megértettem Isten kegyelme által, hogy nem hiába való a mi munkánk az Úrban, mert Isten elhozza mindennek az értelmét, és elhozza azt az időt, amikor többet értünk meg azokból a dolgokból, amelyek talán még titkokként rejlenek előttünk ideig, óráig, de egyszer nyilvánvalóvá válnak, és egyszer az ember megismeri, felismeri, hogy mindenért és mindenért az Istennek kell, hogy adja a dicsőséget. És most is ezt mondom, igen, övé a dicsőség, és szívünknek hálája az ő végtelen kegyelméért. Így legyen, így köszönöm testvéreimnek. Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a kedves együttléten. Örülök, hogy ebben a községben nagyon is népszerű az, hogy együtt tudunk akár különböző gondolkodású emberek, de akár úgy, akiket össze is kötnek bizonyos, úgymond maga a hit, egyházi kapcsolódás, és úgy gondolom, hogy valamennyien amellett, hogy magyar nemzetünkhöz tartozó polgárok vagyunk, a kereszténységnek vagyunk
egy-egy tagja, Jézus Krisztus és a Szentírás fogalmazása szerint az ő teste vagyunk, de soha nem vetjük meg azokat, akik másképp gondolkoznak, és olyan jó, hogy Cetényben ez a nagyszerű kép újból és újból előjön minden rendezvényen, akár idősek napja, akár mindenki karácsonya, akár bakkancstúra, akár más rendezvények vannak. Mindig örömmel nézek végig, amikor az idős arcokat látom. Azt szokták mondani, hogy az alkonykor. Ez egy kicsit zavaró is lehet, de azt is lehet mondani, hogy az alkony az még nem a sötét éjszaka. A Szentírás viszont azt írja a Zsoltárokban, hogy az igazakra a sötétben is fény világít. Sőt, még azt is írja a Biblia, hogy mi magunk is lehetünk fények, ami cselekedeteink által. És úgy gondolom, hogy önök mindannyian megtapasztalják azt saját családjukban, hogy az unokák számára milyen értékesek önök. Főleg az unokák, a dédunokák számára. Egy nagyi, mennyire csodálatos tud lenni, mennyi gazdagságot tud lelkileg nyújtani. Ez kell, hogy értessen bennünket. Aztán úgy gondolom, mindannyiunk nevében elmondhatom itt a szolgatások nevében is, hogy az egyházaink részére önök mit jelentenek. Az időskor egy főnyeremény, amikor a szolgálatról van szó, mert már nem köti önöket annyira a munkahely, bár sajnos sok fiatal sem köt már, illetve még vagy már, de önök mindig a tapasztalataikkal, a hitükkel, az odaadásokkal építik ezt a nagy közösséget, vagy az éppen sajátos kisebb közösséget. Én kívánok ezt sok erőt önöknek, és sok erőt ahhoz a munkához, amivel talán a családban segítenek még, és érzik önök, hogy nem fölöslegesek, hanem még a meglévő erővel jól tudnak gazdálkodni. Nem csak azt mondja a Szentírás, hogy a sötétben az igazakra fényvilágít, de azt is mondja, hogy az időskorban is gyümölcsöznek azok, akik igazak, akik hitben élnek. Hogy mennyire igaz ez is, hogy önök mennyire értékesek, meg lehet teremni a lelki gyümölcsöket most is. A szeretetet, a békét, az örömet. Mert tudnak örülni önök is. És kívánom azt, hogy mind bővüljön ez a lehetőség az önök szívében, az önök lelkében. Nagy elismeréssel állok itt, amikor polgármester úrra nézek, hogy szépen megrendezték, és köszönöm, hogy ilyen nagyszerű önkormányzata van ennek a községnek, ahol mindig jól érezzük magunkat egy-egy rendezvényen, hadd mondjak köszönetet ezért, és ugyanakkor a szolgatásérra nézek, akkor pedig örülök annak a nagyszerű ökumenikus közösségnek, ami létezik ebben a községben, és hát aki most éppen ünnepeltünk ilyen értelemben, Kovács Attila lelkész urat, nagy tisztelet urat pedig, hadd tisztelje meg én is még két szóval, bár a templomban igyekeztünk ezt sajátos módon megtenni, de kívánok jó egészséget, sok erőt, és kívánom azt, hogy gyümölcsöző legyen az ő szolgálat, gyümölcsözni tudjál még továbbra, és azon a szolgálati területen az Isten megáldott. Öröm volt hallgatni, látni ezt a kellemes pillanatot. Úgy gondolom, egy kis irigység a tisztelet úrhoz kapcsolódva van bennünk, amikor az idősebbeket látjuk előttünk, de nem csak irigység van, reménység, hogy mi is elérjük a célt, és mi is hasznosak lehetünk a Jóisten kezébe. Természetesen községünk, és ami hazánk számára is értékes emberek lehetünk. Isten áldjon meg mindenkit, ezt kívánom, és én is kívánok jó étvágyat. Polgármester úrnak, jegyzőasszonynak, a képviselőtestületnek, és mindazoknak a társegyházaknak, akik részt vállaltak ebben a szolgálatban, ebben az ünnepségben. És én magam pedig szeretném az Evangélium Pünkösdi Közösség nevében, vagy Csetény gyülekezet nevében Kovács Attila lelkésztestvéremnek az áronyi áldást kívánni. Életére továbbiakban a szolgálatára is, mind arra, amit az elkövetkezendő időszakban, hiszen a szolgálat nem fejeződik be, az idő nem jár le, és utolsó leheletünkig abban az elhívásban élünk, amelyben Jézus Krisztus elhívott bennünket. Ahogy szól, Isten igéje, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked is. Kívánom, hogy ez a békesség, ez az áldás, Isten ereje, szeretete kísérje szolgálatodat és életedet a továbbiakban is. Köszönöm a megtiszteltetést is. Jó étvágyat! A sárga falabén a hulló levelet, a hulló falabén a romcsalan fák, te hozzád beszélnek, azt hirdetik sorba, te is le fogsz húlni egykoron a korba. Te hallandó ember, állj meg száll magadba, miként értés jártál eltelt napjaidba. Emeld fel fejedet, tekintsd meg a csajat, minden csak mulandó, amit szemed láthat. De ha megértetted az ősz tanítását, szállj magadba, keresd üdvöd boldogságát, érted szép tavaszán ifjú napjaidban, szolgálj megváltódnak dusan virágoddal. De ha érted nyarát adta a teremtő, nem maradj csak virág, hanem gyümölcstermő, tiszta buzát terem a nagy aratásra, hogy majd urad érted őszén csűrbe takarhasson. Köszönöm. Még esetleg ki kívánt volni. Jó, akkor nem menjünk velem, akkor pár perc és felszolgálják a rétát, meg az italt, és mindenkinek még egyszer nagyon jó erőséget, nagyon jó beszélgetést, és tényleg nagyon örülök, hogy ilyen tárházzal, ilyen kellemes körülmények, hogy szép díszített terem már együtt lehetünk. És jövőként viszont.